Novgorodban járok, és eltéveztem a fordulót, de mégsem. Megpróbálják itt ezt a zóvárosi részt valakivel bejárni. Reméljük, hogy sikerül.
Leningrád, azaz Moszkva nagyváros. Igazándiból még nem is értünk be Moszkvába, de már olyan elővárosa van, hogy ezt már akár lehet annak is nevezni. Úgyhogy kimegyek itt a szélére, mert előttem olyan tömeg van, itt majdnem elcsapjuk egymást ezzel a ember, hogy az indexető se használ, de ez már csak így megy. Szóval Moszkvába érkezünk rövidesen, és ahogy boldogult Bont Géza mondta, Moszkvában sztálingózik a hó, illetve a vendéglő ablakán halk muzsikok szűrődnek ki, de egyelőre egyiket sem tapasztalom, hál' Istennek, úgyhogy 12 fok van, egyébként lassan, nem lassan, pontosan 11 óra van éjszaka, úgyhogy fejeltem, hogy majd mekkora hó lesz, meg stb. Egyelőre ez eddig meg kimért, maradjon is így, aztán hát ha átsúlalunk úgy Oroszországban, hogy nem kell lapátolni. No, Szása vár engem, elvileg a GPS szerint 3:45-12-re érek a lakásához. Hát egy kicsit később, de azt mondta, nem probléma, vár. Bocsássatok meg, de engem az infrastruktúra az jobban lenyűgöz, mint bármi más. És akkor azt látom, hogy ilyen óriási, monumentális, amit szabad fokoznom, épületek és mindenféle utak, úthálózatok, felüljárók sorjáznak, akkor csak kapkodom a fejemet, és szeretnék minél többet megörökíteni belőle, remélem lesz unalmat a számotokra. Rövidesen átmegyünk a Moszkva csatornán, ahogy a GPS-t néztem, úgyhogy próbálok minél több mindent megörökíteni itt a befelé útból. Mint valamilyen ilyen sci-fi filmben, mint az összes ilyen felhőkarcoló ilyen feketésben játszik, ez nekem marhára bejön. Ez a rengeteg nagy lábas, mindenféle felüljár, azt sem tudom hány szinten vannak ezek, ez valami óriási. GoPro-ba felett volna felvenni az egész utat végig, de akkor nem tudnám így forgatni a kamerát, hogy fölfelé, lefelé, mindenfelé. Na mindegy, jó lesz ez.